Szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim! A brüsszeli bürokraták újabb felháborító provokációjának tartom az Európai Bizottságnak azt az ítéletét, amelyben Magyarország pánikaügyekben elfoglalt álláspontját bírálják. Nem az első eset, amikor az Unió bele akar szólni abból, hogy Magyarországon mondjuk milyen fák nőnek, vagy milyen nemzeti italra vagyunk mi büszkék. Felháborítónak tartom és visszautasítom azt, hogy itt az Unió olyan jogokat formálja magának, amelyekre nincsen alapjuk. Meggyőződésem az, hogy a magyar pánika elleni támadással az Unió egyes bürokratái a most kezdődő Európai Uniós választási kampányt, illetve a választásokat akarják befolyásolni. Megtaláljuk majd arra a jogi megoldást, hogy a magyar pánika az továbbra is szabadon főzhető legyen, és azt a értékes hagyományt, amit jelent, nemzeti italunkat meg tudjuk védeni. A magyar pánika hungarikum, most éppen a pánika kiválóságok válogatása zajlik, és el tudom azt mondani önöknek, hogy nagyon jó minőségű pálinkáink vannak hihetetlen választékban. Ez a világon egy egyedülálló kincs, amelyre igyekszünk vigyázni, és minden lehetséges jogi és termelési támogatással elősegíteni. A magyar életformának is a része a pálinka, ezért is fontos az, hogy megvédjük. Sikertörténet, hiszen hosszú évek alatt tudtuk elérni azt a minőségi javulást, amelyre igazán büszkék lehetünk. Sikertörténet volt a pálinka, sikertörténet a jelenben, és az lesz a jövőben is. Mindent megteszünk azért, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg.